Én Oriol Károly vagyok, az Oriol és Társai kiadónak a tulajdonosa. Az első, amit szeretnék mondani, hogy külön szeretettel és örömmel köszöntöm a körünkben a könyv fordításának az alkotóit, megérkezett Júlia, akit szeretnék név szerint is mondani, hát nincs a körünkben az egyik fordító, Margita Nóra, viszont körünkben van kollégám Szász Áron, aki a könyvet gondozta. A másik fordító itt ül mellettem, Mokhtár Lucia, és ugyancsak nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat a könyvünk egyházi lektora, Juhász Laci kardinátusa. Aki most fogok egy puszit adni. És hát nagy szeretettel köszöntöm Martin Gulyát. Azért, hogy én nagyon szeretem a munkámat, imádom a munkámat, és nagyon szeretem azt, hogy kiváló emberekkel tudok együttműködni, és hát azt tudni kell, hogy a mi kiadónk, mi tudományos kiadó vagyunk, tehát nagyon-nagyon odafigyelünk, hogy milyen könyveket jelentetünk meg. A könyveknek a kiválasztása az általában úgy történik, hogy szakemberek hívják fel rá a figyelmemet, de olyan is van, hogy különböző könyveket én olvasok, én találok meg, és én ajánlom ezt a szakembereknek. A Magyar Családterápiás Egyesülettel már évek óta kiváló az együttműködésünk. Több olyan könyvet is megjelentettünk már, amit ők javasoltak, hogy jelentessünk meg. Ilyen például az érzelmekre fókuszáló párterápia elmélete és gyakorlata, vagy pedig a Szeretkezés fogságban című könyv. A mai könyvet, aminek a kapcsán összejöttünk, és az a címe, hogy a gyermekek szexuális bántalmazása és a katolikus egyház, Mary Keenan írta, és ugyancsak a Magyar Családterápiás Egyesülettől dr. Hardi Julian hívta fel rá a figyelmünket, mert hogy ez egy családterápiás szemléletű könyv. El kell, hogy mondjam, hogy 450 oldalas ez a könyv, amit az Oxford University Press adott ki, akivel szintén évek óta nagyon jó együttműködésünk van, több könyvüket megjelentettük már Magyarországon. Ez a fordítás, ez egy időszakos munka volt, és ez a könyv, ez egy egyszer olyan széles körű témafelvetéssel rendelkezik, olyan fantasztikus rálátása van a szerzőnek erre a témára, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos a mai magyar közéletben is. Ez a módszertan, aminek az alapja, azt gondolom, hogy az emberi méltóság és a tisztelet. Ennek hiány vagyunk. A tisztelet és a méltóság mind az áldozatok, mind pedig az elkövetők irányában. És abban indul ki, hogy maga a cselekedet, ez egy rendkívül komplex dolog, és ebben ennek a komplexitását deríti fel a szerző. Úgyhogy én át is adom a szót Hardi Júliának, akitől az a kérésem, hogy mik ezek a szempontok, amiket végigvesz a szerző. Köszönöm szépen. És valóban a Oriol és Társai. Igen. Könyvkiadó nagyon sokat tesz azért, hogy színvonalas szakkönyveket jelentessenek meg. Mary Keenan egy olyan szociális munkás, pszichoterapeuta, családterapeuta, akit az ír katolikus egyház bízott meg azzal, hogy áldozatokat, illetve elkövetőket kezeljen. Ez számukra egy egészen speciális lehetőség, hogy minden oldal, minden részletét láthassuk, és ez azt kell mondjam, hogy lélektanilag ez egy elég nehéz feladat.
Tehát igazából szeretjük leegyszerűsíteni a világot, szeretünk fehéren és feketén látni, és ez a könyv, ez abszolút nem ilyen. És aki családterapeuta, az ismeri ezt az érzést, hogy egymással ellentétes nézetek egy családban hogyan összehozhatók. Na most ez a könyv, ez sokkal nagyobb léptékben teszi ezt, hogy érthetővé akarja tenni az egyébként az egyik legfelkavaróbb jelenséget. Tehát nem megbocsátani akar, nem semmisíteni, hanem ezt a gyerekek elleni szexuális abúzus nagyon sok oldalú témáját, nagyon komplex témáját meg akarja értetni velünk. Elsősorban az elkövetőkkel végzett ilyen mély interjúkkal, nem elkövetőkkel végzett mély interjúkkal, mindenféle szociológiai elemzéssel, terápiás programok elemzésével, tehát hogy olyan sok mindent lát egybe, ami egy nagy intellektuális feladat, de nagyon érthetően és befogadható módon. Én annyit hozzátennék a Juli felsorolásához, hogy milyen szempontokból megy végig a témának könyv, hogy többek között azért az egyház, a katolikus egyház struktúráját, felépítését is vizsgálja, illetve hogy az milyen szerepet kaphat ennek a jelenségnek a létrejöttében, fenntartásában. Milyen szerepet kaphat? Hát itt van körünkben egy egyházi ember, talán ő tud erről a legkevesebben beszélni. Egyházi ember vagyok, tanulmányi szerzetes, gimnáziumban dolgozom, angol történelemszakos vagyok, prefektus, és hát közelről mi átéltük ezt a témát, nagyon fájdalmasan. Azt hiszem pont azzal a komplexitással, hogy mind a két oldalon ott volt, mind a három, mind az öt oldalon. Egyrészt ugye két éve volt az, hogy kirobbant egy botrány Magyarországon és Pannonhalmán konkrétan, és hát mint tanár fájt a diákok miatt, nagyon fájt a rendtársam miatt. És aztán fájt a szülők miatt, fájt a rend miatt és az egyház miatt. Ez azt hiszem, hogy öt olyan szereplő, ami a mi emberi világunkat azért valahogy leképezi. És nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy szerencsére nyugat előttünk jár ebben a feldolgozásban, és hogy vajon van-e olyan könyv, ahol értelmesen lehet erről olvasni, mert értelmetlenül sokat lehet magyar nyelven is, nagyon sokat, de úgyhogy ami megérteti, mert mi úgy vagyunk kitalálva, hogy ahhoz, hogy mi hittel átéljünk egy krízist, ahhoz kell az intellektus is. És szerencsére van nekünk a Pannonhalmi Szemle folyóiratunk. Szerencsére annak van egy nagyon kiváló szerkesztő csapata, amiben szerencsére ott van Júlia is, aki hát ezt hajtotta, hogy ez a könyv, ez egy nagyszerű könyv, és tálcán kínálta kicsit azt a megoldást, amire vártunk, hogy megértsük, hogy mi történt. Ahogy említetted, való igaz, az egyház struktúrája, hát az 2000 éves. Egy bizonyos szempontból, egy másik szempontból 500 éves. És aztán, amit meg ma látunk, meg hát a második vatikán zsinat egy kicsit azt átformálta, de azért az első vatikáni zsinatnak ez a nagyon centrális koncepciója. Ami jól működik, ameddig nem jönnek elő a hibák. És a könyvben erről is szól, tehát egyszerre van egy nagyon mély ekleziológiai üzenete, vagy kérdésfeltevése. Nagyon tetszik egyébként a könyvben az, hogy megáll ott, ahol a saját szakterülete véget ér, és egy kérdést tesz fel, de nem egy nagyon kritikus kérdés, de nem egy tagadó kérdés, cölibátus.
Celibátus ebben a könyvben azt hiszem olyan frissességgel jön elő, amivel én Kín-Amerikában már találkoztam, de magyar nyelven még ennyire gondolatébresztően nem hallottam erről beszélni. Nem ad választ. Azt ráhagyja a Patrikus Egyházra. Csak felteszi a kérdést, hogy vajon van-e új teológia a celibátusnak például. Rengeteget tudnék beszélni, de átengedem a teremet. Nyugodtan. Lehet még egy kicsit. Én biztosan fogunk. Azt szeretném aláhúzni, amikor gondolkodtam ezen a könyvön, amire Albin atya utal, az az, hogy a Pannonhalmi Szemle 2015-ös számában mi pontosan a saját érintettség miatt négy tanulmányt írtunk, ez a Kivétel című szám, és ennek a jelenségnek a nagyon sokféle aspektusát jártuk körbe. Ugyanis az egyik állítása Marie Kinennek az az, hogy ezek az elkövetők, ezek nem szörnyetegek. És ez nem fogunk beszélni a konkrét elkövetőkről, de nekem személyesen lélektanilag egy nagyon nagy feladat az, hogy egy egészen kitűnő embernek ezt az arcát, a személyiségének ezt a sötét oldalát is valahogy el kell tudni fogadni, legalább a meglátás szempontjából. Tehát amiben belekezdtem az az, hogy ezek a szörnyű dolgok maradjanak titokban, szinte mindenkinek ez az érdeke. Tehát a mi hívők nem szeretnénk elveszteni azokat a világító tornyokat, amik az életben minket valahogy vezetnek. Nem szeretnénk csalódni, nem szeretnénk, hogyha a tekintélyek összeomlanának. Az elkövetőknek ez egy súlyos egzisztenciális katasztrófa. Tehát a korábban nagyon magasra értékelt pozícióból gyakorlatilag egy pária létbe hullanak. Az áldozatok is valamilyen szinten érdekeltek a hallgatásban, abban az értelemben, hogy ez egy szörnyű szégyen. Különösen, mivel az áldozatok nagy többsége kamasz gyerek, a férfi identitás kialakulásának forrásvidékén ez egy elfelejtendő, elfolytandó szégyen. Az egyház is abban érdekelt, hogy ne beszéljünk erről is. Én szeretném ezt nagyon aláhúzni, hogy a bencések hihetetlenül bátrak, és azt gondolom, hogy azt teszik, amit tenniük kell, szembenézni a valósággal. Szembenézni a valósággal, hogy előfordulnak ilyen történetek. Tehát a tagadás, a nem beszélés, a maszatolás helyen a szembenézés az egyetlen, ami lehetséges. És hogy gyakran a média, sőt a bulvár média az, amelyik arányosan azzal, hogy mennyire próbálják ezeket a történeteket elhallgatni, gyakran ilyen bombasztikus módon, faltörők kosként picit a skandalumot csámcsogva próbálja ezt tárgyalni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek van egy olyan hozadéka is, hogy a közösség, itt a tágabb magyar közösségről beszélek, valahogy találjon egy nyelvet, ahogy meg lehet ezeket a kérdéseket közelíteni. Ahogy a úszóedzők körüli botrányokban is gyakorlatilag tanuljuk a nyelvet. Tehát, hogy az nagyon rossz, hogyha olyan dihotómiákba szorulunk bele, hogy hát az nagyon ártalmas, hogyha itt a például sportsikereket elérő edzőkről vagy hallgatunk a visel dolgaikról, vagy akkor ellenségei vagyunk a sportnak. Ugyanezt
lehet transformálni a egyházra is. Én annyit tennék hozzá, ahhoz, amit Juli mondott, hogy én a könyvhöz nem csak mint fordító kapcsolódom, így személyesen vagy érzelmileg, hanem úgy is, mint pszichológus, mert hogy a büntetés végrehajtásán dolgoztam 3 éven keresztül, és az egyik feladatom többek között a szexuális bűn elkövetőknek tartott csoportterápiás foglalkozás volt, és hogy 2 pontra érintett nagyon erősen ez a könyv. Az egyik az az, amivel én is szembesültem a büntetés végrehajtásban, hogy a szexuális bántalmazó, a gyermekesség sérelmére szexuális bántalmazók elkövető csoportja nem egy egységes csoport, hanem nagyon sokféle ember foglal magában a rendszeres, életvitelszerűen szexuális bántalmazó, az, aki küzd ellene, de megnyugik ebben a küzdelemben. Tehát nagyon, egy nagyon sokszínű csoport ez, és nagyon sokféle a prognózisa és annak, hogy mennyiben meg hogyan tudunk segíteni. Hát a másik jelenség, amivel én, ami nagyon összecseng azzal, amit a Juli mond, amivel én a büntetés végrehajtásban találkoztam, az a démonizálása ezeknek az elkövetőknek, tehát hogy gyakorlatilag társadalmilag nagyon egységes csoportként kezeljük őket, az úgynevezett pedofil vagy ragadozó pedofil csoportjában soroljuk ezeket az embereket. És a könyv nagyon érdekes a szociológiai része, ahol azt foglalja össze, hogy maga ez a típusú társadalmi dialógus vagy média megközelítés hogyan fokozza ezt a jelenséget, mert hogy az történik ugye, hogy az elkövető démonizálva lesz, amitől egy nagyon-nagyon komoly szociális izolációba kerül, és ebben az izolációban szinte lehetetlenné válik a reintegrációja. Tehát gyakorlatilag lehetetlenné válik az, hogy valamilyen módon megpróbáljuk visszaintegrálni a társadalomban. A börtönben az elkövetőket gyakorlatilag nem csak a többi fogvatartottól, hanem a személyzettől védenünk kellett, mindenkitől védenünk kellett, olyannyira, hogy a csoport, amit ott tartottam, az álnéven futott, tehát gyakorlatilag még a személyzet is szabadulás előkészítő csoportként, pedig szexuális bűnelkövetőknek tartott csoportként ismerte ezt a csoportot, hogy elkerüljük a démonizálást, ami valóban fokozta volna az ő kitaszítottságukon keresztül a reintegráció ellehetetlenítését. Igen, most az a helyzet, hogy én egy picit visszakanyarodnék, mégpedig azért, mert hogy én azt látom, hogy egy picit belementünk az egyik témába. Tehát az nagyon fontos, azt gondolom, hogy akkor, amikor egy krízis, egy trauma van, és márpedig ez egy nagyon komoly krízis, krízist jelent az adott helynek, az adott szervezetnek, de az egész társadalomnak az életében, a krízisből úgy tudunk kijönni, hogy megszólalunk, kommunikálunk, megbeszéljük, kompromisszumokat hozunk, bevallunk, megbocsátunk, és egy olyan magasabb szintre tudunk lépni, amivel az életünk könnyebb lesz, és a könyv az ennek az útját mutatja meg. Azt gondolom. Tehát az első a bajoknak a feltérképezése. Mi is a baj? Nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mi a baj. Mert hogy mint egy ilyen fókuszba nagyon sok oldalról jönnek a bajok, például a szerepeknek a tisztázatlansága, az, hogy ki milyen szerepbe kerül, hogyan jön létre például a hatalom. Hogyan jön létre, mit gondolnak ezek a férfiak arról, hogy férfiasság? Mit gondol maga az egyház ezekről, a tévedhetetlenségről? És én azt gondolom, hogy az egyik fő kérdés az maga az idealizáció,
hogy hogy is vagyunk az idealizációval. Tehát ez az egyik, és én egy picit úgy érzem, hogy elmentünk az elkövetők felé, holott az is nagyon fontos, hogy az áldozatokkal is foglalkozni kell, az áldozatoknak a hangját meghallani. És amikor azt mondod, Júli, hogy nagyon nehéz erről beszélni, azt szeretném mondani, hogy maga az aktus, az egy testi dolog, és ebben a testi dologban elfogynak a szavak. Itt nincsenek szavak, tehát ezeknek a megnevezése is rendkívül nehéz, és nem véletlen, hogy olyan környezetet kell teremteni a bizalomnak és a biztonságnak, olyan környezetét, ahol az áldozatok meg tudnak szólalni. Az nagyon fontos, hogy picit összemosódnak a szerepek, mégpedig azért, mert hogy az elkövetők nagy része ma is áldozat. Igen, ez egy... Hát amikor azt mondtam, hogy ilyen egyéni... Tehát a könyv azt mondja, hogy egyéni perspektívában nem fogjuk megérteni a jelenséget. Tehát van egy csomó magyarázó el, van egy csomó leíró el, pszichiáter szemmel nem találjuk meg azt, hogy mi az ő betegségük. Hosszú, bonyolult leírások vannak erről. Az egy nagyon fontos adalék, és nekem családterapeutaként talán itt a legjobban megérthető, hogy az elkövetők, a majdani elkövetők közel 85%-a saját maga is átesett gyerekkorában szexuális abúzuson. Ezt a mi szakmánkban Böszörményi Nagy Iván magyar származású családterapeuta a negatív vagy destruktív lojalitás fogalmával írja le. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi a normális, mi az átlagos, mi az, amit lehet várni az élettől, az, amit én gyerekként kaptam. És nagyon sokszor nehéz többet, jobbat adni, mint amit én kaptam. Tehát, hogyha gyerekként ezeknek a majdani elkövetőknek megsértették a pszichológiai határaikat, visszaéltek az ő bizalmukkal, testükkel, akkor valahol ez egy ilyen nem tudatos szinten, de valahogy ez lesz a norma, ez lesz az átlag. Ezek a fiatalok nagyon gyakran a saját családjukban korán segítő szerepbe kerülnek. Olyan fizikai bántalmazás, veszekedések, alkoholizmus és különböző szenvedések kapcsán tulajdonképpen azt tanulják meg a családjukban, hogy a felnőtt világra nem lehet számítani, aki kicsi vagy, gyenge vagy, megérdemled, amit kapsz, valahogy ki kell bírni. Na most nagyon sokszor, és ez is egy nagyon fontos tanulsága a könyvnek, hogy az elkövetők ugyan gyakran kisfiúk ellen, vagy kamaszfiúk ellen követik el, amit elkövetnek. Nem a homoszexualitás itt a fő kérdés. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy túlhevült homoszexuális férfiak a gyerekeket bántalmaznak, de mégis a homoszexualitásnak ott van valahol jelentősége, hogy ezek a gyerekek ilyen családi tapasztalatokból jöve, amennyiben azt érzékelik, hogy saját maguk szexuális orientáció nem a átlagos, a többséghez tartozó, gyakran egyfajta megoldásként az aszexuális pap szerepet választják. Ugye Marie Keenan Írországból jött, ahol a közelmúltig 93%-a a lakosságnak aktív katolikus volt.
Tehát az ő példái azok elsősorban onnan érkeznek. És hogy sok ilyen életút van, hogy ezzel a problémás szexualitással bekerülve a szemináriumokban, aztán pappá szentelődve, ha az volt az elképzelés, hogy akkor mostantól már nincsen gondom a szexualitással, hát sajnos ez nem múlik el. Tehát a felszenteléstől nagyon sok minden megváltozik az ember életében, de azt gondolom, hogy pont a szexualitása az nem nagyon múlik el. És az abban a kérdésben igazán kritikus, hogy vajon a papi szemináriumok mennyire készítenek fel a hétköznapi plébánián vagy szerzetes rendben megélhető nehézségekre. És itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy iszonyú magas intellektuális, filozófiai, teológiai képzés mellett valahogy arról, hogy mi nehéz, mi kihívás, ki hogy küzd meg ezzel, valahogy a tanulmányok, minthogyha nem készítenének fel. Itt meg kell jegyezni, hogy eddig, tehát most a botrányok óta ebben egy nagyon nagy változás van, csak remélhetjük, hogy a magyar szemináriumokban is, de a világban vannak. Tehát, hogy az a nehéz, hogy egy idealizált, tökéletes papi szerepbe kerülnek, akik felszentelődnek, egy kicsit több bölcsességgel, tudással, és egy ilyen ontológiai hatalommal. Tehát a felszentelés után a papoknak joguk van a hívők bűneit megbocsátani, penitenciát előírni, stb. És ugyanakkor a másik oldalon, az emberi oldalon meg rengeteg magány, izoláltság, bizonytalanság van. Tehát, hogy ami nehéz, az ez a szakadék, ez a idealizált, minden tud, mindenben tanácsot ad, és az emberi szinten pedig ez a, hát azt nem mondom, hogy nyomor, de valahogy sok-sok siválság. És hogy erre, mintha nem lennének szavak, vagy erről nem lehetne beszélni. Ezt a két nagy távolságot, ezt hogyan lehet összekötni, hogyan lehet áthidalni? De azt gondolom, hogy a katolikus egyház keresés útjára lépett. Könyvből is azért kiderül, nagyon érdekes volt történeti szempontból is olvasni. Ugye három nagy pápa, a jelenlegi, az előző és a második János Pál pápának a szemlélete, hogy mekkorát változott, hogy itt például meglepő módon a helyek közül konzervatívként besorolt 16. Benedek pápa egy óriási áttörést hozott. Nagyon megszigorította azt, hogy hogyan kell föllépni a szexuális elkövetőkkel szemben. És ez azt hiszem az első lépés volt. És most kéne a második lépés, az megelőzés, vagy meg amiről itt már szó volt, hogy emberként kezelni mindenkit. Tehát, hogy nehogy most meg mi kövessük el azt, hogy kirekesztvén embereket, akik bizony elkövettek bűnt, és a bűn az ott van, hogy őket egész egyszerűen leírjuk emberileg, és valójában ezáltal valamifajta bántalmazást követünk el rajtuk. És itt kapcsolódik az én, hát az én, amit én kiolvastam ebből a könyvből, és ami szintén a reménynek volt valamifajta nagyon szép felcsillanása, hogy, és talán Ferenc pápa egy ilyen ember, hogy ez az intimitás, azt hiszem ez egy kulcsfogalom. Mert a celibátus az azt jelenti, hogy ugye az életnek egy nagyon jelentős része, ez valahogy máshogy van jelen az ember életében. És az egy hiány. Persze a keresztény
hogy a biblikus, inkább a biblikus nyelvezetben most ugye vasárnap a 8 boldogság volt az evangélium, hát ez mindig a hiányról szól, hogy boldogok, akik éhezik az igazságot, akikkel igazságtalanul bánnak. És ők a boldogok. Mert a hiány az mindig azt jelenti, hogy azt töltheti be Isten, ott nincsen ember, hanem oda tud belépni az életünkbe. Na most a celibátus is valahogy így lehet megfogalmazva, de ez itt van. Hogy ez ide jöjjön le, ahhoz kell az a környezet, ami ezt támogatja. Például én szerencsés vagyok, Bence szerzetesként, nekem van egy közössége. Ne felejtsük el, hogy a történetileg azért a celibátus, az szerzetesi celibátus. A világi papok, lásd, görög katolikus papok, hát azok a presbiter, az azt jelentette, hogy az öreg, aki már unokája van, a szenteli pappá. Tehát, hogy ez egy érdekes 12. századi jelenség, 12. nálunk még a reformáció idején sem rögzül itt a Kárpát-medencéből, hogy most celibátus az kell, vagy nem kell. Trentói zsinat az, amelyik aztán ezt tényleg átviszi. Na de a celibátusra itt nem azt mondja a szerzőnő, hogy ez rossz, hanem azt mondja, hogy át kell gondolni, és hogy az intimitásnak lehet itt szerepe, és itt abba hagyja, itt azt mondja, hogy a katolikus egyház pont ma, pont most, talán pont Ferenc pápa alatt tud óriásit előrelépni. Megengedi, hogy hozzáfűzzek valamit? Nem meg, bocsánat, később szeretném azt, hogyha a hallgatóság szót kapta még egy picit. Ha nem bánja, még itt magunk meg tartanak a szót. Egy picit én úgy érzem, hogy nem értettem jól a válaszát. Akkor egy kérdést kérdés. A kérdés az az, hogy azok az idealizált pozíciók, hogy okosnak, tetterősnek, mindig segítőkésznek kell mutatnia magát és elérhetővé válni a közösség számára. Az a saját sérülékenységgel, a saját frusztrációval hogyan sikerül ezt egyeztetni? Tehát, hogyha jól értem, akkor a közösségi támogatás, amit mondott. Pontosan, tehát tanár vagyok, nekem az, hogy tanári szolgálat, meg papi szolgálat, az néha elkülönül, de úgy nagyjából a lényegét tekintve azt hiszem, hogy a jelenlét az, hogy az ember föl lehet keresni, meg problémával lehet hozzáfordulni, de azt hiszem, hogy a szülőnek is ez a job, ez a munka része, hogy mindig ott lenni. Most hát nyilván szülőként én azt nem tudom, bár voltak nekem szüleim, és önnek azért azt láttam, hogy a gyengeség is ott van. Tanárként nem tudom, hogy a gyengeséget mennyire lehet. Ez a pont a valami szemlének abban a bizonyos számában a tanári szerepkörről van egy zseniális cikk, nagyon rövid, mindenkinek ajánlom. Abban van erről szó, hogy a tanár az ne ossza meg. Ott van egyfajta határ, és azt hiszem, hogy papként is ez kell valahogy a papi szolgálatban, hogy ott én szolgálom, ott nem engem szolgálnak. Most hatalom, szerintem egy kulcs fogalom, jelenség, kikerülhetetlen. Hatalom mindenütt van, alá fölé rendeltség, egy egyszerű párbeszédben is. Van egy, aki kérdez, az például hatalmat gyakorolhat, vagy azért egy jó válasza is lehet. És ez nem lehet tagadni, hogy ezt tagadnánk, akkor nem a realitásban élnénk. De azért pont a felvilágosodás után, meg azért politika történetben a hatalom az mindig ellenőrzett hatalom. És azt hiszem, hogy ha ez kellő finomsággal van, megint azt mondom, intimitással, ahhoz kell a közösségnek a támogatása. Én azt egy nagyon veszélyes dolognak tartom, hogy egyedül az életemet úgy oldaladom, hogy nincs mögöttem, mellettem, fölöttem egy támogató közeg. Nem a kiégés a legnagyobb veszélyt, hanem az, hogy a hatalommal, aki mindent megtehet, az előbb-utóbb mindent meg is fog tenni. És azt gondolom, hogy ez a hatalommal való visszaélés, ez egy óriási kísértés az embernek. Nem a katolikus papoknak, hanem hát biztos volt már önöknek is hatalmi érzésük valaki fölött. Az egy nagyon veszélyes dolog, és ott azt hiszem, mondom, az az intim közeg, ahol visszajelezhetnek az embernek, ahol képes vagyok a kritikát elfogadni, mert szeretem a másikat. Ez az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ami a könyv
könyv itt megáll. Szerintem ezt mi nekünk kell már hozzátenni. Jó, tehát az a helyzet, hogy 450 oldal a könyv, és én így a, tehát lassacskán így lezárnám ezt a mi kis beszélgetésünket azzal, hogy most nálam van a szó, a kérdés az az, hogy ez a könyv, ez reménységet jelent. És hogy hogyan jelent reménységet, ez lenne az, amit én mindenkitől megkérdeznék. És elmondom, hogy nekem hogy jelent ez a könyv reménységet. Ugye mi kiadók vagyunk, az azt jelenti, hogy mi egyfajta média vagyunk. És folyamatosan, azért az fontos, hogy mi egy 2 éves programon vagyunk túl, ami szexuális abúzus megelőzésről szólt. És szülőket és tanárokat tréningeztünk. Egy amerikai módszert vettünk át, ami nagyon-nagyon-nagyon kiváló anyag volt. És nekem a reménységet a könyvben, 2 fejezetben leírt média szerepe jelenti. Azt mondja a Keenan, és ez egy fontos, hogy láttatja és bemutatja, hogy a média nagyon rossz szerepet tud felvállalni. Tehát kétféleképpen lehet egy traumát bemutatni. Egyrészt lehet úgy bemutatni, hogy távolságot tartva, az emberi méltóságot tiszteletben tartva, a reparáció és a helyrehozástra koncentrálva mutatja be a lehetőségeket. Ennek egy része az, hogy például az áldozatnak és az elkövetőnek is még van további élete. Nem erkölcsi magaslatról azt az illúziót keltve az olvasóban, hogy te külön vagy, te jobb vagy, neked van jogod ítéletet hozni, hanem olyan szofisztikált nyelven megfogalmazva, ami tartalmazza azt, hogy az áldozatnak van még élete. Van, nem jelenti azt, hogy egy abuzált gyereknek vége az életének, hanem az azt jelenti, hogy megfelelő reparációval van remény a helyrehozatalra. Az elkövető ugyancsak egy nagyon fontos dolog, hogy nem úgy mutatja be a média, hogy az elkövető csak egy dologgal foglalkozik, hogy abuzáljon, és maga a patás ördög, hanem leírni, hogy ez történt, bocsánatot kér, és bevallja azt, amit tett, és lehet a későbbiekben folytatni az életet. Az élet folytatása számomra az a remény, ami ebben a könyvben benne van, és mivel Magyarország azt gondolom egy nagyon traumatizált ország, én ezt a módszertant tartom nagyon fontosnak, és ezt lehet megtanulni. Ez az én olvasatom, de a kérdés az, hogy kinek egyetértek-e azzal, hogy ez a könyv tényleg a reménységet hordozza. Számomra is ez a könyv személyesen nekem nagyon sokat segített megérteni egy érthetetlen jelenséget, és a például azzal is szembenézni, hogy mi hívők milyen szerepekbe tesszük bele a papokat, és hogy a saját csalódottságunk, a bosszú szomjával támadunk rájuk, hogyha elbuknak ebben a szerepben. Nekem az is reményteli, hogy ebben is teljesen közösek vagyunk, ez az intimitás. Tehát az intimitás, a kapcsolatok tápláló ereje az, ami mindannyiunkat életben tart. Tehát, hogy intimitás nélkül gonosztevők leszünk. A másik ez a hatalom és a transzparencia, az ellensúlyok. Tehát egy nem egyszerű feladat, gondolom én, a katolikus egyháznak se, ami egy hihetetlen hierarchizált szervezet, valahogy nem visszaélni a saját hatalmával. És az nagyon egyértelmű, hogy az áldozatok mellé kell állni.
És ahogy, amit ezt Magyarországon is tapasztaltuk, hogy ez fantasztikus, hogy valaki felmeri vállalni, hogy kiáll. Kiáll a meggyötört, megkínzott történetével, és ezzel bátorítást ad másoknak is, hogy elmondhassák a történetüket. Ugye ez nem az ő személyes szégyene, alávalósága, hogy ez történt vele. A kollégái Mari Kínennek, akikkel én az Európai Családterápiás Egyesület vezetőségében találkozom, nekik van egy ilyen rálátásuk, hogy minden országban van ennek egy ilyen íve, ahogy a közösség érzékeli a baj. Először úgy tesz, hogy, hogy nincsen ez a baj, tagadja, aztán elkezdi megnyitni a szívét, és szembennéz, és elborzad. És aztán, tehát, hogy van ennek egy ilyen közös emberi tapasztalata, ahogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik egy közösség. Tehát, hogy én azt szeretném, hogyha az olvasók nem nem érveket gyűjtenének a esetleges utálkozáshoz, hanem a megértéshez. Tehát, hogy valahogy ez a kibírni a komplex ellentmondásos igazságokat, az nagyon ránk fér. Tehát, hogy igen, nem ördögök és angyalok. Hát igazából keveset tudok már hozzátenni ahhoz, ami elhangzott. Számomra is az jelenti a reményt, hogy egy mázi tabu témának tartott területről megjelenhet egy könyv. Tehát, hogy merünk hozzájönni, merünk beszélni olyan témákról, amik tabuk voltak. És ugye én a másik oldalról is ismerve a problémát, az elkövető oldaláról is fontosnak tartom, illetve nagyon érzem, meg érzékelem azt, hogy a kettő nem tud egymástól függetlenül mozogni, tehát minél inkább megértjük az elkövetőt, annál inkább érteni fogjuk az áldozatot, minél inkább látjuk, hogy működik az elkövető, annál inkább fogunk tudni segíteni a megelőzésben és az áldozatok védelmében. Most megint egy picit visszatérve a konkrétumokra, nagyon gyakran, amikor elkövetőkkel dolgoztam, olyan mondatokat hallottam, hogy minek foglalkozol vele, az csak egy pedofil, minek beszélgetsz te azzal. És hát így nagyon nehéz változást elérni, és nagyon fontos az, hogy erről lehet nyitottan beszélni, nyíltan beszélni, ez a nyílt beszéd, a párbeszédek, amik megindultak, terapeuták, egyházi emberek között, egyház és média között, ezek vihetnek minket előre ebben a témában. Hozzá van-e válasz a kérdésre? Úgy gondolom, hogy a remény az ilyen láncreakció, ami beindul, és akkor robban egy óriásit. Én csak három elemet szeretnék kiemelni, bocsánat, megillet, hogy hosszú leszek, majd mondd, hogy állj. Azért, mert ez a három, ez nagyon személyes, és hát ha a hallgatóságban is ilyen láncreakció vált ki. Az első, az nekem egy komoly hitbeli megpróbáltatás volt az, hogy van-e olyan bűn, ami megbocsáthatatlan. És ha van, akkor Jézus még mondja, hogy 70-szer, 7-szer. Akkor miért lett emberré az ember, mi voltunk teljességében magára véve, és azt megváltva. És ha van olyan bűn, akkor mit ér a mi hitünk? Ez egy nagyon komoly krízisem volt nekem. Aztán nem voltam egyszer egyedül, ott volt, hála Isten, megöttem a bentes közösség ugyanezzel a krízissel. És aztán lassan, szabad-e szeretnünk a bűnöst? És hogyha nem, akkor az embere? És ez a könyv, ez ezen az úton nagyon-nagyon sokat segített nekem. Ami azért is tartom nagyon fontosnak, mert hogyha nem tudunk megbocsátani,
nem elfogadni a bűnt, és nem semmi vételével az, hanem az ott van. De az, tehát akkor hogyan lépünk tovább? Én nem voltam áldozat. De az áldozatokon is azt látva, hogy valahogy a miértbe, a megértés utáni eszmetlen vágyban nekünk segíteni kell. Nekünk ott ragadnak benne. Valahogy ugye a sátán az pont az, ezt a nem nagy teológusok, hanem az Ördögűző című filmet, hogyha látták, abban van az, hogy a sátán az a reményt veszi el. Arra játszik, igen. Én ezzel egyetértek. A második ilyen nagy remény az az, hogy én szeretem az egyházat, tehát pap vagyok. És hogy ebben a könyvben annyi ilyen nagyon markáns útkijelölés van, hogy én örülök, hogy még nem vagyok teljesen annyira idős, hogy ezt lássam, hogy hova megy ez aztán. És a harmadik az meg egy ilyen meta remény, ez meg az, hogy én fiatal koromtól kezdve abban hiszek, erre tettem örök fogadalmat, hogy a krízis az jó. Hogy a krízis, amikor valami meginog és összedől, az a mi bálványunk dől össze, és amögött akkor közel jutunk a valósághoz, Istenhez. És hogy itt volt egy olyan krízis, ismét, ami azt gondoltam, hogy na, ez aztán végé. Tehát, hogy itt nincs mögötte már semmi, és hogy de van. És hogy ez annyira megerősítette engem abban, hogy jöhet itt bármilyen krízis, hogyha mi azt felelősséggel megnézzük, hogy ez van, elmondjuk, hogy ez a hiba, vállaljuk a felelősséget, a magunkét, a közösségünkét, a szervezetét, akkor abból rengeteg jó származhat. És ez a hétem nekem. Nagyon szépen köszönöm. Egy szép végszó volt, és most átadom a szót a közönségnek. Ha vannak kérdések, kommentárok, akkor megpróbáljuk megválaszolni. Nem kérem a mikrofont, köszönöm. Annak idején a Megasztár egyben dolgoztam, mint külsős újságíró, és valakit megkértem, nem én fogom nevezni, Olá Ibolyát az öngyilkosságtól, illetve a média támadásától, mivel kórházi ágyban nem lehet lefényképezni, felvenni egy lepedőben letakart zenészt, énekest. Ettől fogva azt hitték, hogy Olá cigány vagyok, Olá cigányok közé kényszerítettek, Kunágotára 9 hónapig bezártak, megerőszakoltak, legyógyszereztek, megvertek, megfenyegettek, a DRFK nem csinált semmit, a katolikus egyház Békés Csabán mentett meg, soha életemben nem stoppoltam, valamilyen oknál fogva rákényszerültem, egy idős néni vitte a katolikus plébánia Békés Csabára. Egy hónapot töltöttem Békés Csabán a katolikus plébánián, nevén fogom nevezni, Szigeti Antal plébános úr mentette meg az életem, aki a Kóté családot, mint híres zenész dinasztiát többek között ismerte. Társával együtt Bieli Gábor plébános úr. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek ajánló levélben megírta, hogy mit csináltak velem. A katolikus egyház letiltotta ennek a levélnek az átadását, mivel informatikai bűnözéssel leemelték az e-mailemből. A nemi erőszakot úgy éltem meg, hogy azt hitték, hogy pszichikai problémát okoz, nem okozott pszichikai problémát, hanem megtanultam a szív, lélek, illetve egészség, egységét egybe kezelni, és megállítani itt, érzelem nélkül racionálisan kezelni. Ennek az oka egy tényfeltárás volt, ami precedens értéket képvisel Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az angol szász jobban elfogadják, Magyarországon nem fogadják el. Nevén fogom ismételten nevezni. Orbán Viktor miniszterelnök úr így csinált, hogy tüntessétek el. Nem tudott eltüntetni. 19 éves koromtól itt a 6. kerületben volt saját tulajdonú örök lakásom. Ebből kifosztottak, és a lényege az,
hogy a katolikus egyház, mint olyan, letiltotta a Szeretet himnusza címén ennek a levélnek a kiadatását. Az a helyzet, hogy ez egy könyvben mutató. Igen, ez hozzátartozott a katolikus egyházhoz, az erőszakhoz, és a továbbiakban ennek a témának a közléséhez. Én vállaltam ennek a közlését, minden további nélkül. Köszönjük, hogy megosztottad el. Ez a lényeg, ez hozzátartozik. Tehát nem lehet elvonatkoztatni. Biztos, hogy a traumatikus történeteinket ezt tudjuk mondani, és valahogy ezek kikívánkoznak. A beszélgetésből azt értettem meg, hogy a hatalom valamiféle helytelen használata, az így melegágya, talán nem csak a szexuális visszaélésnek, hanem más visszaéléseknek is. És ha ezt jól értem, akkor a kérdésem az lenne, hogy a prevenció kapcsán, ami itt előkerült, hogy milyen irányú tervek vagy elmozdulások vannak a hatalom kontrollálására, illetve akár a megosztására. A Pannonhalmi Bences Gimnáziumnak a honlapján mi közzétettük azt, hogy mivel próbálkozunk, és ebben nagyon sokan segítenek. Azt hiszem a hatalom elleni, tehát van ugye ez a klasszikus, hogy a checks and balances, tehát a fékek és ellensúlyok rendszere, ami azért helye közel kihagyhat. Talán pont most izgulunk nagyon a napokban emiatt. Ez az egyik része, tehát az, hogy katolikus egyházon belül is, ha hatalom van, akkor ott legyen valami fajta kontroll. De én sokkal hatékonyabbnak és sokkal jobban tartom azt, hogy akik ellen ez a hatalom irányulhat, hogy azokat vértezzük föl az önvédelemnek a mindenütt használható, nagyon tág eszköztárával. Ezt úgy hívják, hogy gyermekvédelem. Egy konkrét programot tényleg bárhol vagyok, mindig nagyon tudok ajánlani, ez az ébresztő óra című program, ez a UNICEF dolgozta ki, de szerintem számos ilyen van. Csak egyetlen példát mondok, hogy, és azt hiszem, hogy ez kapcsolódik talán önhöz is, hogy gyerekeknek azt kell mondani, hogy ha ilyen mantrák, amiket azt hiszem, az én saját életem is nagyon fontos, hogy ott lennek, hogy ha valami rossz helyzetben vagy, akkor te abból kiléphetsz. Ez néha nem tudjuk, hanem hogy jól illendőségben ott benn maradunk, és akkor egyre rosszabb lesz. Nem, hanem föl lehet állni, és ki lehet menni, hát emberek vagyunk, szabad emberek vagyunk. Aztán a másik ilyen mantra, nagyon tetszik, hogy addig menj, amíg meg nem hallgatnak. Mert az első nem fog meghallgatni, még a másik sem, meg hát nem vagy olyan fontos most, meg az úgyse igaz. Nem, addig menj, amíg meg nem hallgatnak. És a harmadik az nagyon egyszerű, az meg az, hogy nemet lehet mondani. Azt hiszem, hogy pont Magyarországon ez egy érdekes kultúrában élünk, nekünk szabad nemet mondanunk, és ez jó. Ez egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés egyébként, csak ezt köszönöm, hogy feltettem. Én azt is gondolom, hogy a megelőzésnek része az, hogy amellett, hogy látjuk, hogy működnek ezek a szervezetek, és ezek a szervezeteknek egy működési módja ezeknek az erőszakszervezeteknek, hogyha kihullasz, akkor vége a világnak. Akár az elkövető, akár az áldozat. Tehát ez nem egy reális dolog, hanem ez egy reális is, és fantázia is. Na most azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az áldozatot és az elkövetőt, nem tudok más, hogy fogalmazni, hogy megfelelő kezelésbe, eljárás alá kerüljön. Az eljárás alatt azt értem, hogy a büntetés az meglegyen, és az áldozatot segítsük. Én azt gondolom, hogy a jóvátétel, amit mondtam, ez a hármas, tehát meghallgatni az áldozatok hangját, bevallani
és jóvá tenni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon mind a három területen nagyon komoly deficitek vannak, és én most két szervezet nevében beszélek, mint az Orjold és Társai Kiadónak a tulajdonosa, de van a Lélekben Otthon Alapítványunk, és a Lélekben Otthon Alapítványunk az tesz azért, hogy az áldozatok például pszichoterápiába kerülhessenek. Egyszerűen össztársadalmi játék az, hogy az áldozatok jogait nem veszik figyelembe. A szakma sem. Nem tesz értük, nem küzd a páciensekért, nem küzd azért, hogy megfelelő eljárást kap, ellátást kapjanak. Erre mi, hát most, hogyha van, tehát erre azt hiszem, hogy egy külön sajtótájékoztatón fogjuk ezt ismertetni, hogy mit tervezünk, de ez folyamatban van. Egy nagyon rövid válasz, még csak a checks and balances. Egy iskolában annyira minden ilyen centrális, vagy az egyházon belül, vagy politikában, hát azt hiszem, élünk olyan rendszerekben, ahol van egy főnököm, és az élet is halálóra tud lenni, vagy legalábbis itt úgy élem meg. Azt hiszem nagyon fontos, és mi ezzel léptünk előre az elmúlt két évben három helyen is, vagy ez, a hatalom az ott van. Hogy ez megduplikálni, megtriplikálni, hogy nem egy ember van fölöttem, hanem különböző rendszerekben kettő-három ilyen kereszthivatkozásos rendszerrel. Mondok konkrét példát, nem csak egy osztályfőnöke van a srácnak, hanem van egy mentora, illetve van egy védelmi csoport, ahol meg mindig fordulhat, az is tanárokból áll, de az meg tök titkos. Tehát, hogy ott oda egy olyan védett közegbe, hogy oda aztán bármit elmondhat, rágalmazhat is, mert ez a védelmi csoport, ez nek az a feladat, hogy megszűrje az ilyenfajta vádakat, vagy hát panaszokat. Ez... Ja. Van hozzá fiatalotok? Fúri Zsivának hívnak, és több szálon érint ez a kérdés. Tehát csak az előszót tudtam részletesen elolvasni, mert a pszichiátriai kongresszuson találkoztam a könyvvel, és nekem korábban a felszabadítás teológiája volt, ami rendkívül érdekelt, és nekem ez a két mozzanat adott erőt, hogy az egyik, hogy a rendszer szintű problémákra nem lehet egyéni jókodással válaszolni, és hogy amikor rendszer szintű a probléma, arra rendszer szintű válasz kell, és hogy az ortopraxis, a helyes gyakorlat megelőzi a helyes elméletet. És én is keresztény vagyok, keresztényként az volt számomra egy nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen szemlélettel nyúl hozzá, szintén tanultam családterápiát. Tehát az, hogy egészlegesen nézi, az volt a legmeglepőbb, hogy az áldozatok oldaláról is megjelenik. Tehát, hogy hangot ad, hogy egyáltalán ez belekerül a beszélhetőség kontextusába. A rákospalotai lányjavítóban sok állami gondozotta a dolgozók, tehát számomra például egy rendszer szintű jó példa az, hogy van gyermekvédelmi gyám, ami igazából egy hasonló rendszer, ugye hogy panaszkodjon az a nyomorult gyerek egy állami gondozott intézménybe, ha az intézményvezető a gyámja. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen jó gyakorlatokat lenne minél több helyen mondani, és hogy ne azt a gyereket bántsák és alázzák meg, aki panaszt mert tenni. És azt gondolom, hogy az emberi jogok oktatása, hogy jogod van, ember vagy veled, nem lehet bármit megtenni. Tehát azt gondolom azt, hogy az ember, hogy ember vagy, ez az egyik fontos. Másik oldalról én katolikus pap felesége vagyok, tehát nem kell pedofilnak lenni, hogy az ember teljesen páriává váljon, elég, ha megnősül. És azért rendszer szintű ez a probléma is, hogy a betegeim között pszichiáter vagyok, nagyon sok olyan elvált ember van. Tehát azt gondolom, hogy ezek a rendszer szintű hibák, nagyon lassan és nehezen tud szembenézni a katolikus egyház. Pannonhalmára jártak a testvéreim, tehát nem a cég ellen mondom, hanem hogy az nagyon nehéz, amit én kiolvastam ebből a Kinennek a javaslatából, hogy az önkéntesen vállalt cölibátus az egy rendkívül fontos vívmány lenne, ha újra visszaállna az az eredeti rendszer, ami a ősidőket jellemezte. Szent Pál nem igényli, de azt mondja, hogy akinek ez probléma, akkor az csinálja, ahogy ő szeretné. Tehát, hogy a világban élő papoktól azt elvárni, azt gondolom, hogy egy olyan magasra tett léc, amihez képest alulmásznak.
ha túl magas a léc, akkor alulról veszik az akadályokat, és ez, hogy egyáltalán ezt szóba lehet hozni, azt gondolom egy nagyon nagy dolog. Amit mondasz, én azt köszönöm, és a könyvben vannak elég megdöbbentő számok. Tehát a különböző pszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyakorló katolikus papok 53%-a él aktív nemi életet. És ha ezzel nem néz szembe az egyház, vagy úgy tesz, mintha ez nem lenne, akkor kényszeríti, ez a, van egy ilyen fogalom, hogy víz alatti világba az embereket. Tehát persze ebben az 53%-ban a felnőtt és konszenzuson, tehát közös, kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat is benne van. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet, hogy vannak-e arra empirikus adatok, vagy valamilyen adatok, hogy itt tekintettel a nagy számú tettesre, hogy ezek milyen szinten, tehát milyen szinten garantálható, hogy itt megbocsásolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt a tettest ne emberszámba vegyük, de hogy milyen szinten garantálható, hogy ők nem lesznek továbbiakban elkövetők. Tehát hogy hogyan lehet mérlegelni itt a leendő áldozatoknak a jogait, illetve a tetteseknek a további tevékenységét, és hogy kivállalja ezért a felelősséget, stb. Szóval, hogy itt szerintem van egy nagy probléma. Hát a katolikus egyházban most, ha jól tudom, zéró tolerancia van. Tehát, hogy laicizálják a gyanúsításba esett papokat, lefolytatva az egyházi vizsgálatot, illetve saját maguk kiléphetnek. Ez is nagyon érdekes ebben a könyvben, hogy ugyanannak a bűnnek a megítélése az a különböző rendszerekben eltérő. Tehát van az egyházi jog, van a gyermekvédelem, van a kriminológia, és hogy ezek sem mindig vannak egymással beszélő viszonyban. Hát én garanciákat nem tudok. Nagyon érdekes ez a kérdésfelvetés, mert ez a zéró tolerancia. Én értem, hogy miért van, ellenben pont ebből a szempontból, hogy a nem visszaesés, hanem hogy újból vajon nem lesznek-e áldozatai, ebből szerintem egy kicsit kontraproduktív, hiszen az illető egyik napra a másikra kikerül az eddigi közegéből, és nem tudjuk, hogy hova megy. Tehát az egyház hatókörén kívül kerül, nagy eset számban előjöttek már azok a cselekmények, vagy nem derülnek úgy fel, mert ugye az egyházi nyomozati anyag, tehát az egyházi eljárásban felül tényeket a civil hatóság nem fogadja el, és nagyon gyakran az áldozatok egyházi bíróság előtt tanúskodnak, de civil bíróság előtt nem akarnak. És onnantól kezdve egy ilyen szürke zóna, semmi ködébe eltűnik az elkövető. Ha megmaradna az egyházon belül vezető élettel, akkor szem előtt lenne, és ott lenne akár egyházi fenntartású rehabilitációs központokban, mert vannak ilyenek. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt rajtunk van, ahonnan például számok érték, hogy mi mit teszünk annak érdekében, hogy nem. Nincs közöttünk. Nekünk vele onnantól, hogy megszűnt a jogviszony, nincsen semmi kapcsolatunk. Nem tudjuk, és nincs is hatásunk. Tehát, hogy nagyon furcsa ez az állapot. Itt azt mondom, hogy a civil jognak, ahogy Amerikában ez, nagyon, mert ott van lista erről, aki egyszer elkövető volt, az valahogy ott van lekövethetően. Én nem tudom, hogy az aztán mennyire emberséges, de tehát ott van erre egy megkülönbözőt. Magyarországon nincs.
Talán én annyit tennék hozzá, hogy ez viszonylag új keletű jelenség egyébként, hogy bármiféle terápiás megközelítéssel próbálják a szexuális elkövetőket kezelni, és hogy igazából az egyetlen számszerűsíthető adat az lenne, hogyha azt látnánk, hogy utána történjen ismétel bűncselekmény után valaki ilyen típusú programokban részt vett, és hogy igazából most kezdenek még csak az első adatok ezügyben beérkezni Amerikában is, Európában tudomásom szerint nincsenek erre adatok még egyelőre. Amerikában most az utóbbi években van már ennek egy vizsgálata. Amit én olvastam, ott nem voltak pozitívak, de nem az egyházi elkövetőknek, hanem úgy általában az elkövetőknek a vizsgálata, tehát konkrétan egyházi elkövetőkre nincsen tudomásom szerint még ilyen típusú vizsgálat. Köszönöm. Van-e még kérdés hozzá tűzni való? Úgy látom, nincsen, én nagyon szép... Nem megedj. Üdvözlök, én Ilyen Szakkeri vagyok, és sokat dolgozok bántalmazottakkal. És mindig azt látom, hogy nagyon nehéz összehozni a jogot, a praxist, a gyermekvédelem szolgálatot. És csak azért vettem át a szót, mert nem tudom, hogy kik ülnek itt, de azt gondolom, hogy az lenne az ideális, hogyha össze tudnánk fogni a gyermekvédelmisek, a pszichiáterek, pszichológusok, jogászok, mert tudjuk, hogy a bántalmazott hol bántalmazó lesz. És nagyon csúnyán szoktam mondani, hogyha ölelgetjük a bántalmazottat, miért köpködjük a bántalmazót. Valamilyen módon segíteni kell őt, és azt gondolom, hogy miután mindent megpróbáltunk, és megpróbáljuk neki segíteni, a saját traumáját feldolgozni, és újból elkövető lesz, akkor talán van jogunk olyan módon gondolkodni róla. Egyébként keresztényként azt gondolom, hogy mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, egyenlő jogokkal, és azt gondolom, hogy az Isten gyermekévé válás talán segít minket úgy ránézni a bántalmazókra is, a bántalmazókra is, hogy, hogy ahogy mondta Jézus, hogy menjen és nem érkeztek meg. És azt gondolom, hogy ez a bántalmazó, amelyik úgy tud a kereszthez fordulni, annak talán nagy esélyei vannak együtt egy traumafeldolgozással úgy élni köztünk tovább, hogy valamilyen módon megmarad az emberi méltósága. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát mi úgy közelítünk, hogy már alapból van. És hogy reméljük, hogy az, ha ő úgy is érzi, hogy elvesztette, azt gondolom, hogy akik mi kapcsolatba lépünk vele, vagy a szakma, az ezt a méltóságot alapértékként fogja fel. Nagyon nehéz téma, és nagyon nehéz ez a könyv, 450 oldal, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat lehet belőle letanulni, és én kívánom azt, hogy olvassák. Ha újságíró van, akkor szívesen cserélek négy egyet, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Juli, neked külön köszönöm a tanácsot, és a kollégáimnak, a fordítóknak, lektornak nagyon-nagyon köszönöm még egyszer ezt a gigantikus munkát, amit végeztek. Köszönöm.